Bár több körben is egyeztetett Karácsony Gergellyel a visszalépésről Márki-Zay Péter, végül mégsem tandemben indulnak az előválasztás második fordulójában. Hogy korábbi ígéretei ellenére miért gondolta meg magát, erről is kérdezzük Márki-Zay Pétert. Aki itt van már a vonalban, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Momentum miniszterelnök jelöltje is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát mégsem rántja félre azt a kormányt? Hát, ahogy elmondtam, ugyanebben a mondatban, az én lelkiismeretemben nem száradhat Dobrev Klára győzelme, és ezáltal Orbán Viktor hatalomban maradása, és ennek érdekében minden áldozatra kész vagyok. Ez nem változott továbbra sem. Ami Karácsony Gergely kijelentésére utalva történt, hogy megérkezett a villamos, az, hogy minden rendelkezésre álló adatunkat, 4 közvéleménykutatót, 2 nagymintás kutatást kielemezve, arra a következtetésre jutottunk, hogy Karácsony Gergely nem nyerheti meg az előválasztást, tehát ha én visszaléptem volna, azzal Dobrev Klárát juttattuk volna győzelmi pozícióba, és ezáltal garantáltam volna Orbán Viktornak szinte a jövő évi választási győzelmét, és erre a lelkiismeretem miatt nem tehettem mást, mint hogy én nem léphetek vissza. Azt mondja, hogy 4 nagy közvéleménykutató cég vezetőjével beszélt. Melyik 4-ével? Milyen kutatásokra hivatkozik? Jó, tehát ezeket hadd ne tárjam az önök elé, tehát 4 közvéleménykutatónak az elemzőivel beszéltem, az összes ő rendelkezésükre álló információt beszéltük meg, és 2 nagy mintás kutatást csináltunk mi magunk ezen a héten. Sem a közösségi médiabeli adatok, Karácsony Gergely csökkenő kedvelő száma, az én esetemben meredeken növekvő kedvelő szám, a vasárnapi rendezvények látogatottsága és nézettsége. Ő egy hajón néhány száz ember előtt beszélt regisztrációval, nálunk a Fővám térre egy 20 órával előtte meghirdetett rendezvényre 6000 ember jött el. A hajó és a Fővám tér is más, de ön kutatásokra hivatkozik. Amit mi ismerünk, a Medián és az Ávec kutatása, ugye önt hozta ki Karácsony Gergely előtt, de a Pulzus, a Publikus és a Republikon szerint meg Karácsony Gergely. Tehát amiről mi tudunk, az 2-3 ellenében. Tehát milyen kutatások mutatják az ön győzelmét, vagy nagyobb esélyét? Hogyha valaki a saját maga által fizetett és megrendelt, nem feltétlenül megbízható kutatásokra hivatkozik, de saját erre, magát csak többet. Bocsánat, ön erre hivatkozik, hogy önök is megrendeltek egy nagymintás kutatást, tehát akkor ha ön fizette, akkor ugyanaz. Most a Publikusra vagy a Republikonra mondja, hogy megfizette Karácsony Gergely, akkor ön megfizette az Ávecet vagy a saját kutatását? Akkor ugyanúgy Publikus. Nem független. Igen. Ezzel lehet vitatkozni sokat. Nyilvánvalóan én azért kellett, hogy megnézzem ezt, hogy én tiszta lelkiismerettel tudjak dönteni. Én pontosan tudom, hogy mi a megbízható adatokra voltunk kíváncsiak, és még egyszer természetesen beszéltem több kutatóintézet vezetőivel, kielemeztük, de nem csak a közvéleménykutatások egybehangzó, egy irányba mutató adatairól van szó. Amikor Karácsony Gergely 2 órára tegnap a megbeszélésünkkel ellentétesen egy sajtótájékoztatót hívott össze, ezt annak ellenére tette, hogy ekkor már ő is tudta, hogy ő nem fogja tudni megnyerni ezt az előválasztást, és ezzel akart engem kész helyzet elé állítani, hogy a korábbi jóhiszeműségemmel némileg visszaélve belezsaroljon abba, hogy én mondjak le. Egy picit, bocsánat, visszatérve a kutatásokra, hogyha 3 indulnak, abban viszont minden egyes kutatás megegyezik, az összes, amit én olvastam, vagy ami nyilvánosságra került, hogy Dobrev Klára nyer, mindenhol őt tartják a legesélyesebbnek a második fordulóban. Akkor, ha ennyire hisznek a kutatásoknak, akkor miért nem állnak be Dobrev Klára mögé? Őt tartják az emberek, az ellenzéki szavazók a legalkalmasabb miniszterelnökére. Tehát olyan kutatásokra hivatkozik, az egyik kutatás önt 33%-ra méri, a másik meg 19%-ra. Ez dönti el, hogy ki indul, vagy ki lép vissza a másik javára? Dobrev Klára egyébként rendkívül sikeres, egy hihetetlen tehetséges politikus, a legsikeresebben szerepelt ebben az előválasztásban. Külön büszke vagyok arra, hogy nő létére ilyen kiváló, a legjobb eredményt ért el az első fordulóban. Sokan azt gondolták, hogy Magyarország egy szexista társadalom, ahol előítéletek vannak, és egy nő nem lehet sikeres. Most Magyarország bebizonyította, hogy igenis lehet sikeres, hogy igenis nyitottak vagyunk a női politikusokra. Ez mind szép és nagyszerű. Orbán Viktor egy több százmilliárdos kampányt épített fel arra az automatikus reflexre, hogy a szavazóknak egy igen jelentős része, ha Gyurcsány Ferenc vagy hozzá közel álló személyeket lát, akkor az ellenkező irányba kezd futni.
Tehát Dobrev Klára minden személyes nagyszerűsége és kiváló eredménye ellenére az a jelölt, aki Orbán Viktor számára maga a lottó ötös. Ebben Karácsony Gergellyel teljesen egyetértünk, éppen ezért mi most is és eddig is szövetségesnek tekintettük magunkat, Orbán Viktor leváltása érdekében mindent meg fogunk tenni. Ezt a döntést mi ketten felelősen kell, hogy meghozzuk, nem szabad, hogy hiúsági kérdést csináljunk ebből, és akár bármelyik szenáriót néztük az elemzésekben, bármelyikünk lép, bármelyikünk javára vissza, vagy hárman indulunk, a hátrányunk Dobrev Klára mögött körülbelül ugyanaz, mindegyik kutatás szerint, ami nekünk megbízhatónak tűnik. Igen, megbízhatónak tűnik, és folyamatosan a közvéleménykutatásokra hivatkozik, ami azért furcsa, mert pár napja múlt pénteken itt nekem azt mondta, hogy ha hihetne, vagy hitt volna a közvéleménykutatásoknak, akkor nem is lett volna a harmadik, de zárójel bezárva. Őre nem mondhatják-e most azt a támogatói, hogy nem mondott igazat? Az MSZP egyébként ezt mondja, szószegőnek, hitszegőnek tartja. Egy idézet öntől azt mondja, az igazi államférfi felelőssége az, hogy már most elmondom nektek, ugye ezt Kossuth téren mondta, elmondtam Karácsony Gergelynek is, az én meggyőződésem, lelkiismeretem szerint ő neki kell beállni és engem támogatni, hogy az én meggyőződésem szerint az én nevemnek ott kell lenni a szavazólapon, de ha ő ebből hiúsági kérdést csinál, az utolsó pillanatban ebben a chicken game-ben én félre fogom rántani a kormányt. Nem rántja félre a kormányt, ön mondta ezt ezekkel a szavakkal. Akkor is tudta, hogy Karácsony Gergely nem fog visszalépni, ő soha nem mondta, hogy fontolgatja a visszalépését, ön viszont igen, és mégsem lépett vissza. Igen, erre teljesen jogosan lehet hivatkozni. Ahogy mondtam, én valóban nem hiúsági kérdést csinálok, és egyetlen egy célvezérel, akkor is egy célvezérelt, amikor ezt mondtam, ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke jövőre. Azóta olyan adatokat láttunk, és minden elemzés, minden logikus következtetés alapján arra jutottam, szerintem Karácsony Gergely is, hogy ő nem tudja megverni Dobrev Klárát ebben az előválasztásban, és nem tudja leváltani emiatt Orbán Viktort jövő áprilisában. Ez a legfontosabb szempont. De számításba tudják-e venni azt, hogy nagyon sokszor változtatgatta a véleményét? Itt is nekünk is, amikor mi kérdezgettük. Tehát onnan, hogy együtt indulunk és támogatjuk egymást, mert Dobrev Klárával nem lehet győzni, vagy nincs akkora esély, onnantól kezdve, hogy van három feltétele, hogy majd független kutatásokat rendelnek meg, tehát, hogy, és aztán, hogy az utolsó pillanatban félrerántja a kormány, de hát egyik sem valósult meg, hanem tárgyalt a Momentummal, beállt ön mögé a Momentum, és Karácsony Gergely mögül kihátráltak. Ugye állítólag ott is volt egy megállapodás. Nem, jó hírem van önnek, ez most is mindig az. Egyetlen egy dolog változott, nem rántottam félre a kormányt. Ebben teljesen és az utolsó pillanatban félre fogja rántani a kormányt? Mert ezt mondta, akkor nyilván adódik a kérdés, hogy ha most mind igaz, amit mondott, akkor az utolsó pillanatban félre rántja a kormányt. Egy valami történt, nem rántottam félre a kormányt, azért nem rántottam félre a kormányt, mert ez nem hiúsági kérdés most sem, akkor sem az volt. Ennek a legfontosabb, hogy igen, ha Karácsony Gergellyel való együttműködésünk és Orbán Viktor leváltása érdekében nekem félre kell rántani a kormányt, akkor félre rántom a kormányt. Most úgy látom, hogy nekem nem szabadott félre rántanom a kormányt. Semmi más nem változott, a meggyőződésem szerint nekünk továbbra is együtt kell előre mennünk, mi mindenképpen szövetségesek vagyunk, hiszen csak egy teljes ellenzéki összefogással lehet leváltani Orbán Viktort, és továbbra is az az egyetlen célunk, hogy ez közösen együtt sikerüljön. Hogy a Momentum beállt ma ön mögé, a Jobbikkal tárgyal-e? A Jobbikkal is váltottunk. Legalábbis volt egy pár beszéd, akkor inkább így mondom. Ők úgy döntöttek, hogy nem állnak be mögém, de éppen ezek a kutatások, amiket kielemeztünk, ezek azt mutatják, hogy a Jobbik szavazói viszont beálltak mögém. Ezért vagyok én most körülbelül lemaradva Dobrev Klárától, de mondjuk a Medián kutatása szerint a 33%-a az ő 37%-a mögött esélyes vagyok arra, hogy sikerüljön őt megelőzve Orbán Viktor kihívójának lenni. Ez két nagyon fontos szempontot kell még ehhez figyelembe venni, bocsánat. Hadd mondjam el, mert tényleg egy kicsit nekem sérelmes az, hogyha szószegőnek gondolnak. Az, hogy én tettem nyilvánosan ilyen kijelentést, ez természetesen így van, ezeket nem fogom letagadni, teljesen egész beszédet kell értelmezni. Azt is vegyék figyelembe, hogy közöttünk nincsen semmilyen megállapodás, ugyanis én nem kértem semmit a támogatásomért. Fél éven keresztül folyamatosan azt mondtam, hogy ha kell, Karácsony Gergely javára lépnék vissza. Egyik másik miniszterelnök jelölt sem tett ilyen kijelentéseket, és ezt semmilyen feltételhez nem kötöttem.
Tehát nem arról van szó, hogy mi megállapodtunk valamibe, adok, kapok, és a többi, és a másik fél teljesített valamit, én semmit. Hát a végén kötötte három feltételhez, de most már arról végül is nincs szó. Teljesen önzetlenül. Azok a feltételek is egy valamihez szükségesek. Orbán Viktor leváltásához szükségesek. Nekem semmi más nem vezérelt, sem ez eddig, sem ez után nem fog vezérelni, mint a közös cél. Még egy dolog, holnap délelőtt az ATV információ és egyébként a HVG információi szerint is Karácsony Gergely bejelentésre készül. Tudja esetleg, hogy mit jelent be? Én annyit elárulhatok önöknek, hogy ezen a bejelentésen én is ott leszek. Tehát én megkaptam ezt a meghívást, ezt az értesítést, és részt fogok venni ezen a bejelentésen. Mindenképpen, ezt szeretném hangsúlyozni, nekünk a haza érdekét kell szolgálni, és együtt, békében, együttműködésben kell előre menni. Ezért nagyon szomorúak ennek az elmúlt egy hétnek a történései, mert sokak számára megingatták azt a hitet, hogy mi mind a ketten nem a saját érdekünket, nem hiúsági kérdést csinálunk ebből a kérdésből, hanem együtt akarunk menni tovább. Hogy mi együtt nagyon tisztelve egymást, egy közös cél érdekében mindig képesek leszünk együttműködni. Utolsó kérdésem maradt, hogyha ön is ott lesz ezen a sajtótájékoztatón, akkor Karácsony Gergely visszalép az önjavára? Nyilvánvalóan nem mondhatok erről többet én sem. Én azt gondolom, hogy ez Karácsony Gergelynek a döntése, hogy mit és mikor jelent be. Én mindenbe támogatom. Egy pillanat, muszáj visszakérdeznem, mert már az időt túlfutjuk, de ha ön is ott lesz, akkor tudnia kell nyilvánvalóan, hogy holnap mit jelent be Karácsony Gergely. Nyilvánvalóan tudja is. Karácsony Gergely lép vissza, vagy ön lép vissza? Én nyilvánvalóan tudom, és nyilvánvalóan nem mondhatok többet, mint amire felhatalmazást kaptam, hogy elmondjak. De azt továbbra is hangsúlyozom, ez a legfontosabb üzenetem a mai napon, és természetesen holnap 10 órakor nagyon szívesen válaszolunk bármelyikünk, bármilyen kérdésre, az az, hogy együtt, békében, szeretettel, nem egymás pocskondiázva, nem egymás ellen harcolva, hanem Orbán Viktor rendszerét közösen lebontva kérünk minden magyar állampolgárt, hogy feltétlenül vegyen részt ezen az egyhetes előválasztáson. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha mindenki elmegy, többen is, mint akár az első fordulóban, hiszen most dől el. Tényleg ezen az egy hétben fog eldőlni. Dobrev Klárának a sikere esetén Orbán Viktor hátradőlhet. Nekünk az az esélyünk, hogy egy olyan alternatívát kínáljunk együtt a teljes Magyarországnak, amivel Orbán Viktort le tudjuk váltani, meg tudjuk győzni a bizonytalanokat, meg tudjuk győzni a volt fideszes szavazókat is, új szavazókat, lelkes új embereket tudunk behozni az ellenzék számára. Ez a közös célunk, és ezért fogunk cselekedni holnap is, és mostantól mindig. Utolsó kérdésem maradt, arról, hogy Karácsony Gergely mit jelent be holnap, nem kérdezem, mert nyilván nem mondhatja el. Akkor holnap ön félrerántja a kormányt az utolsó pillanatban? Arról azért tud nyilatkozni, hogy ön mit csinál? Még egyszer mondom, nem szeretnék semmi olyat mondani, ami a Karácsony Gergely által bejelenteni tervezetteket az önök számára idejekorán föltárna. Hát akkor megvárjuk a holnap délelőtöt. Márki-Zay Péter, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a megértésüket, jó éjszakát kívánok!